Szűcs Sándor és Kovács Erzsi tragikus szerelmének emléke, 5 egy titok az énekesnő című film forgatásáról fotó. Filmet készítenek Szűcs Sándor és Kovács Erzsi tragikus szerelméről. Íme 5 egy titkos info az énekesnő című film kulisszái mögül. Az Astoria halljában egy pontosan ugyanolyan pódiumon énekli az Énekesnő című film főszereplője, Vali, a Rejtély című dalt, amilyenen annak idején Kovács Erzsi lépett fel kezdő énekesnőként, amikor a fiatal Cifra György kísérte őt zongorán. Íme 5 egy titok Vitézi László legújabb rendezése, a Megafilm gyártásában készült az Énekesnő című film kulisszái mögül. A történet Szűcs Sándor és Kovács Erzsi tragikus szerelmének állít emléket, bár nem életrajzi film, hiszen rengeteg fikciós szál fut benne. Az Astoriában zajló jelenetek felvételei előtt a rendező, Vitézi László is a dobok mögé ült, sőt, a Rejtély című dalból el is énekelt egy részletet, hogy kipróbálja a mikrofont. A férfi főszereplő, Herceg Péter családjában is nyomot hagyott a kommunista diktatúra hatalmi gépezete, nagypapám féltestvérét kivégezték az 50-es években, árulta el a színész a forgatás alatt. Bánovics Vivianne, a női főszereplő is családi élményekből merített, hogy bele tudja képzelni magát a korszak embertelenségébe. A színésznő nagymamája táncosnő volt az 50-es években. Mindig azt a szófordulatot használta, amikor mesélt erről az időszakról, hogy el sem tudott képzelni, milyen volt, mesélte a színésznő. Az Astoria halljában forgatták a film nyitó és záró jelenetét is, amit pontosan úgy rendeztek be, amilyen az 50-es években volt, amikor Kovács Erzsi is az ismert budapesti szórakozó helyeken énekelt. Egy a korhű sminkekre nagy gondot fordítottak a sminkesek, Bánovics Vivianne kifejezetten megkedvelte a tusvonallal rajzolt cica szemet. Herceg Péternek viszont meggyűlt a baja a rúdzsal, ugyanis a forgatás során, a négy csókjelenet után mindig le kellett állni, amíg a maszkosztály letörölte a Vivianne szájáról rákenődött vörös rúst, és csak ezután lehetett folytatni a felvételt. Az Énekesnő című film plakátja. További főbb szerepekben többek között Tóth Ildikó, Szarvas József, Györgyi Anna, Festbaum Béla, Dörner György, Revicki Gábor és Pindrocz Csaba látható. A rendező Vitézi László, a filmet a Helmeci Dorottya, Kálomista Gábor producerpáros jegyzi. A premiervetítés március 25-én, 20:45-től lesz a Dunán.